Dániel 12. részéből az első 13 verset vesszük ma. Ez, amit most felolvastam az imént, ez az apokaliptika nevű műfajnak egy tipikus megnyilvánulása. És az apokaliptika egyébként görög eredetű szó, azt jelenti, hogy leleplez, kinyilvánít. Ez egy ókori műfaj, ma már nehezen érthető jelképeket használ. A mai igénkben egyébként a jelentése egyértelműen az, hogy kinyilvánít. Rámutat a mai részünk Isten jövőbeni szándékára. De egyébként nem egyszerűen a jövőbeni szándéka ez, hanem a jelenlegi szándéka is valahol ugyanez. Azért olvashatjuk már ezt ma is, mert Istennek olyan tervei vannak benne, amiről azt akar, hogy mi is tudjunk, ami a mai napokra is hat, ami nekünk ma is támaszt ad. Istennek ahogy így mondom, jelenlegi szándéka, ez a múltban is így volt, Dániel proféta idejében is így volt. Azért mondja el mindezeket a dolgokat a Dánielnek, vagy mutatja meg egy látomásban, mert ez neki, illetve az Isten akkori népére is hatással kell, hogy legyen. Tehát nem egyszerűen a jövőről van szó. Egyébként bármennyire jövőbeli eseményekről van szó, Dániel proféta múlt időben beszél erről. Egyébként szakszóval így hívják, hogy profétai múlt idő. Egyszerűen arról van szó, hogy hiába jövőbeni esemény, a proféta ezt már látta. Tehát ő arról beszél, amit látott. Tehát neki ez nem jövő idő, mert ő ezt látta és elmondja, hogy mit látott. Akkor az első három verset kezdeném. Abban az időben eljön Mihály, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig, de abban az időben megmenekül néped mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az értelmesek fény lenni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. A feltámadásról van itt szó, és a feltámadás előtti időről. A feltámadás a nagy nyomorúság után lesz. Tehát ami nyomorúságról itt írunk, ezt máshol is beszélnek róla, általában így nevezik, hogy a nagy nyomorúság. A Máté 24-29-ben a feltámadást azt közvetlenül a nagy nyomorúság után teszi. Így mondja, hogy közvetlenül ama napok nyomorúsága után. Tehát a feltámadás előtt, a nagy nyomorúság idején nagyon sokan meg fognak halni. Tehát ez nem egyszerűen, hogy nagyon sokan, hanem alig lesz, aki túlélni. Azt hiszem, ez talán így jobb, pontosabb egy megfogalmazás. Tehát ezt az időszakot majd kevesen fogják túlélni. Na most abban az időben is sokszor voltak nyomorúságos idők, tehát volt mihez viszonyítaniuk, tehát az nem volt nekik újdonság, hogy mondjuk éhínség van, háborúk vannak, és emiatt sokan meghalnak. Ez az a bizonyos nyomorúság, amiről egyébként itt szó van, az nem egy helyi jellegű dolog lesz, hanem az egész világra kiterjed, és sokkal nagyobb lesz, mint a korábbiak. Tehát az példanélküli lesz. Isten népe viszont ekkor sem lesz védtelen. Tehát hiába lesz az akkora nyomorúság, ami addig nem volt, Isten akkor is meg fogja óvni az ő népét, vigyázni fog rá. Abban az időben eljön Mihály, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Itt egy katonai segítséggel jelképezi azt, hogy Isten segíteni fog akkor is. Mihály más fordításokban egyébként Mikáél, amit itt tudhatunk róla, hogy nagy vezér. A Júdás levelében, a 9. versben derül ki, hogy egy angyalról van szó. Abban az esetben egyébként az ördöggel vitatkozik. A jelenése könyvében, a 12. részének a 7. versében az angyalok vezetője, aki a sárkánnyal harcol. Tehát ezekből meg lehet ismerni Mihálynak a szerepét, Mihály angyalnak a szerepét, ez a szerep pedig a harc. Harcol szóval, és harcol hadvezérként is. Egyébként nem lesz eredménytelen a segítsége, hiszen azt olvassuk ebben az első versben, hogy abban az időben megmenekül néped. Tehát Istennek a segítsége a nagy nyomorúság idején is hatásos lesz.
Isten egyébként ura a nagy nyomorúságnak is, tehát ő akkor is Isten, ha jó lét van, akkor is, ha rossz lét van, ha bajban vagyunk, vagy ha éppen jól megy nekünk. Isten mindettől függetlenül Isten tud segíteni, segít is, még a legnagyobb nyomorúság idején is. A Máté 24-22-ben egyébként Jézus is beszél erről, és a segítségnek egy másik módját is megmutatja. Megrövidítettek azok a napok. Tehát azért, hogy kevesebben halljanak meg, rövidebb lesz az a nyomorúság, mint ameddig tartana. Egyébként nem csak úgy egyszerűen rövidebb lesz, Jézus pontosan megnevezi azt is, hogy kikért. A választottakért. Tehát Isten a népéről úgy is tud gondoskodni, hogy a nyomorúság idejét lerövidíti. És ezt majd ebben az esetben meg is fogja tenni. Ugyanez Dániel proféta így írta meg, megmenekül a néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Tehát az tartozik Isten népéhez, aki be van írva ebbe a könyvbe, amiről Dániel proféta beszél. A Jelenések 20.12-ből tudjuk, hogy több könyvet is használnak Isten országában. Ez az a bizonyos könyv, amiről itt szó van, az életkönyve. Megnevezi a Zsoltárok közül a 69. Zsoltár a 29. versben, és a Jelenések könyve a 20. részben a 15. versben. Tehát innét tudjuk ennek a könyvnek a nevét. Egyébként tud róla Mózes is, bár ő ezt nem nevezi meg. 2 Mózes 32. rész 32. és 33. versek. Mégis bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek, csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem. Tehát ebből kiderül, hogy ezt a könyvet mire használják. Valakik bekerülnek, valakik pedig nem. Valakik bekerülnek, és Isten nem törli csak úgy belőle őket, hanem csak ha vétkeznek ellene. A Jelenések 20.15-ben, ha valaki nem volt beírva az életkönyvébe, az a tűz továba vettetett. Ebből azért az kiderül, hogy ezt a könyvet nyilvántartásra használják. Tehát aki benne van a könyvben, az Isten népéhez tartozik. Aki nincs, az viszont ítélet alatt van. És ítélet alatt is marad, amíg nem kerül bele ebbe a könyvbe. És felhasználják ezt a könyvet az utolsó ítéletnél is. Tehát aki túléli a nyomorúságos időt, bármilyen furcsa, de profétai szemmel az még nem menekült meg. Mert valóban a nyomorúságból megmenekült, csak hogy az az igazi túlélő, aki az életkönyvébe be van írva. Túlélte a nyomorúságot és nincs benne, attól még elkárhozik. Egyébként a nagy nyomorúság idején ez nagyon élesen előjön, mert közvetlen utána jön a feltámadás. Tehát ha túlélte és nincs benne az életkönyvébe, elkárhozik. Viszont ha benne van, akkor megmenekül. A János evangéliumában a 3. rész 36. versében így van, aki hisz a fiúnak, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Tehát nagyon fontos a hitünk, hogy Istenben bízunk, illetve Jézusban hiszünk, tudjuk, hogy megváltott minket, mert ez a biztosíték annak, hogy nekünk életünk van, mégpedig örök életünk. Tehát akinek nincs örök élet, az előbb-utóbb meghal, előbb-utóbb ítélet alá kerül, és akkor viszont a halála már végleges, tehát akkor már nincs, abból már nincs feltámadása. Az a halál pedig a kárhozat, tehát az már nem egyszerűen egy elszenteledés. A célunk, tehát az, hogy megoldjuk, tehát sok esetben az a célunk, hogy Isten megoldja a problémáinkat, vagy pedig, hogy mi oldjuk meg. Viszont az, mert a nyomorúságnak a túlélése is egy cél. Az ember is lepődjünk meg, persze, nagy nyomorúság van, az ember igyekszik belőle kikerülni, ez így van ma is, valami baja van, igyekszik megoldani. Nem tudja megoldani, kéri Istent, hogy oldja meg. Tehát igenis a célunk az, hogy meg legyenek oldva a problémáink. Amit viszont nekünk nagyon jól kell tudnunk, illetve tudunk is, hogy az igazi cél az nem a mostani pillanatnyi megmenekülés, hanem az örök élet. Az az igazi cél. A harmadik versben az üdvözültekről van szó.
Az értelmesek fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Egyébként főleg a példabeszédek könyve szereti a hívőket bölcseknek nevezni, itt értelmesek nevezi őket, és hát ott elég nyersen, akik nem hívők, azokat bolondoknak is nevezi nagyon sokszor. Igen, mert egy bölcsnek, vagy egy profétának nagyon élesen előtte van, hogy a világnak vége lesz. Aki ezzel a világgal tart, akinek bűnei vannak, annak vége lesz. Ez a világ egyébként el fog töröltetni, nem sok fog előle megmaradni. Ebből következik, hogy ezek a világgal tartanak, a mi szemünkben azok el lesznek töröltetve. Általában ezt egyébként kárhozatnak nevezi a Biblia. Ez egy rossz irány, tehát aki erre tart, az rossz irányba tart. Az értelmes, az nem erre felé tart, ez látja mindazt, és ezt elkerüli. Nem akar erre tartani, elkerüli, Istenben bízik, Isten akaratát próbálja követni. Esetünkben próbál ebbe a könyvbe benn maradni, vagy bekerülni. A bolondok nem tudják, hogy mi lesz velük. Ők erről nem tudnak, nem akarnak róla tudni, nem is fognak róla tudni nagyon sokáig. Az értelmesek viszont erről nagyon is tudnak, és figyelembe veszik ezt. A negyedik verset olvasom fel. Te pedig, Dániel, tartsd titokban ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. A pecsét annak olyan a szerepe, mint egy zárnak egy ajtón. Tehát, hogy nem lehet mögé menni, nem lehet belelátni. Ebben az esetben azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni, hogy ki van ebben a könyvben, és ki nincs benne. Nem fogják ezt elolvasni a végső időkig. Ez a mai életünkben olyan szempontból lényeges, hogy nem tarthatunk az emberek közt egy nagy takarítást. Tehát ha véletlen éppen olyan annyi hatalmunk van, nem tarthatunk nagy takarítást, mert ártatlan áldozata is lehet a túl korai ítéletnek. Ezt majd az Jézus fogja megtenni az angyalaival. Erről szól egyébként a Máté evangéliumában, a 13. részben a búza és a konkoly példabeszéde. Tehát majd egyszer csak eljön Jézus a utolsó ítéletnél, és majd ő külön választja, hogy ki bűnös és ki nem. Ez nem a mi mostani feladatunk. Tehát ez ma még előttünk egy lezárt dolog, vagy egy pontosabban eltitkolt dolog, hogy kik lesznek pontosan azok, akik üdvözülni fognak, és kik azok, akik nem. Ennek megfelelően nem is ítélhetünk most még. A jelenések, tehát eddig az élő könyvéről azt mondtam, hogy ez egy nyilvántartás. A jelenések 22.7. versben derül ki, hogy egyébként igék is vannak benne, mégpedig prófétai igék. De ezeket az igéket sem ismerhetjük még. Viszont a feltámadás után, jelenések 20.12-ben van róla szó, akkor felnyitják ezt a könyvet, és akkor már majd János azt a parancsot fogja kapni, hogy ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Tehát tudjuk, hogy ez a könyv egyben egy nyilvántartás, tudjuk, hogy igék vannak benne, mégpedig prófétai igék, és hogy ezt egyszer csak fel fogják nyitni. És ezt majd akkor használni is fogják. Tehát akkor már nem is fogják lezárni ezt a könyvet. Tehát akkor már nem lesz titok a tartalma. Akkor folytatom a mai igénket. Sokan tévelyeknek majd, de az ismeret gyarapodik. A hit az ismeret is. Tehát úgy, a hitnek az egyik tulajdonsága, hogy növekszik. Ugye beszéltem már erről a magvető példázata kapcsán, ahol a növekedésnek több módját is mutatja, ugye az emberen belül, vagy az emberek között is, hogy egyre többen. Most a hittel az ismeret is nő, és ezt nem szünteti meg a tömegek téveigése. Tehát, hogy mondtam, az Úr még nyomorúság idején is segít minket, a tömegben is segít minket, a tömegek téveigésekor is segít minket, megóv minket, megóvja a mi hitünket, vigyázz rá, hogy az övéi maradjunk. Tehát aki hisz és hűséges, ebből következik, hogy annak növekedni fog a hite is, és ezzel együtt gyarapodni fog a tudása is. Tehát a téveigés közt is védettek leszünk. A tudás nő a hittel. A 6-tól 9-ig levő verseket felolvasom. Az egyik megkérdezte, ja, az egyik meg...
az egyik megkérdezte a gyors ruhába öltözött férfit, aki ott állt a folyam vize mellett. Mikor fognak bekövetkezni ezek a csodálatos dolgok? Hallottam, hogy egy gyors ruhába öltözött férfi, aki ott áll a folyam vize fölött, jobbját és balra az égbe emelve megesküdött az örökké élőre. Egy időszak még, két időszak és egy fél időszak múlva. Mert amikor véget ér a szent nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek. Hallottam ugyan, de nem értettem, és megkérdeztem tőle, Uram, mi lesz végül mindebből? Ő így válaszolt, menj el, Dániel, mert ezek az igék titkosak, és le vannak pecsételve a végső időkig. Tehát nem kell szégyelnünk, hogy ebből nem értünk mindent. Dániel próféta is írja, hogy nem értette. Ami viszont nagyon világos, hogy határozott időkről van szó. És ez az, miután határozott idő, ez egyszer csak eltelik. Mi nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, nem tudjuk, mit jelentenek ezek a számok. Ha csak valaki nincs olyan szerencsés helyzetben, akkor majd kérem, hogy fedje fel. Persze valamennyire meg lehet fejteni ma is, de igazán nem tudjuk, hogy pontosan mit jelentenek. Az időszaknál szeretik úgy számolni, hogy egy időszak, amikor egy napot szeretnek átszámítani egy évre, de ez sem megbízható, vagy ez sem pontos módszer minden időben, vagy minden időszakkal kapcsolatban. Tehát amit biztosan tudunk, hogy véget ért. Tehát, hogy annak idején például Mózes népének a vándorlása stabilan egyszer csak véget ért, vagy hogy itt írtam, hogy véget ér az a bizonyos nagy nyomorúság. Itt is lehet tudni, hogy ezek az időszakok véget érnek, utána más valami jön. A 10. vers. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az értelmesek megértik. Hát itt már szerencsésebbek vagyunk, mert itt olyan dolgokról van szó, hogy ma is teljesen érthető. A bűnösök pedig bűnösök maradnak, ez egy veszélyes állapot. Imént kifejtettem, hogy miért, mert a kárhozatba visz. Tehát ez az, amiből ki kell kerülni, ha benne marad valaki, az az igazán nagy baj. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az értelmesek megértik. Van olyan tudás, amit közzétesz a Biblia, de mégsem ért mindenki. Jézus halálának például ilyenek a következményei. Számukra könnyen érthetőek, gyakorlatilag kezdő anyag, de nem mindenkinek az, nem mindenki fogja érteni. A bölcsekről és a bolondokról már volt szó, ők aztán tényleg ennek a következményeit is nagyon élesen látják, vagy nem látják. Az ember hitére és tudására vigyáz az Isten. Na most a tudással az Isten is tud gazdálkodni. Tehát ha akarja, megosztja, ha nem akarja, nem osztja meg. És abban is az Isten annak is az ura, hogy kivel osztja meg a tudását. Tehát ebben az esetben az ismeret megszerzésének feltétele van. Hál' Istennek itt nem a pénz a feltétel, nem a doktorátus, hanem egyszerűen az, hogy figyeljenek Jézusra. Ez a feltétel. Ha valaki Istenre figyel, Istennel tart, Jézust követi, akkor sok mindent tudni fog, amit más nem. A Máté 13.15-ben egyébként részletesen is magyarázzák ezt. Szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek. Tehát az a rossz irány, amit az e világban élő emberek, tehát akik az e világhoz ragaszkodó emberek követnek, az egy imbolygással jár, és ennek a választása az ő gondolkodásukra is hat. Nem akarják hallani Jézust, nem is fogják látni Jézust. Nem is fogják akkor hallani Jézust. Nem akarják érteni Jézust? Nem is fogják érteni Jézust. Egyébként a hitetlenség egyik jele, hogy nem hallgatnak Jézusra. A János első levelében van, a 4. rész 6. versében, mi Istentől valók vagyunk. Aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a téveigés lelkét. Tehát ez egy nagyon éles választóvonal, hogy hallgat-e Istenre, vagy nem. Hallgat-e Jézusra, vagy nem. Hallgat-e az apostolokra, vagy sem. Mert aki hallgat rá, az Jézushoz tartozik, aki nem, az viszont a téveigés lelkét követi.
Egyébként ez egy önmagát erősítő folyamat, ez az eddigiekből is kiderül, de a Róma 10:17 is magyarázza. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Visszakanyarodva az előbbiekre, nem akarja hallani az igét, nem is fogja hallani az igét, viszont miután tudjuk, hogy a hit hallásból van, nem lesz hite, mert nem akarta hallani az igét. Nem fog megtérni, nem fogja érteni Jézust, bűnös marad. Akik viszont hallgatnak Jézusra és megtérnek, azokkal egész más történik. Erről egyébként beszél most itt Dániel is, Dániel proféta is pontosabban, sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek. Tehát aki hisz, azzal is történik valami, csak ez egészen más dolog. Megtisztul, az itt azt jelenti, hogy nem tekinti már Isten bűnösnek. Ha nem tekinti Isten bűnösnek, nem is bünteti. Tehát megmenekült a kárhozattól, ami a bűneink miatt várna ránk. Megtisztult, tisztának tekinti Isten. Miután tiszta, nem bünteti. Fehérek lesznek. Ennek kettő jelentése is van. A Jelenések könyvéből vettem mindegyiket. A Jelenések 3:4-ben és a 7:13-ban egyszerűen azt jelenti, hogy tiszta. Van egy másik érdekes jelentése is a 22:14-ben, hogy joga van az örök élethez. Bármennyire furcsa, de így fogalmaz a Jelenések könyve, hogy joga van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki fehér, akkor az nem csak egyszerűen üdvözül, hanem neki ez joga is van. Tehát ez neki jár. Elég meglepő, mert általában kegyelemként tekintünk erre, hogy Krisztustól kapjuk, Krisztus megváltott minket. Ezek szerint, ha ebbe valaki ebbe a megváltásbanak a gyümölcsét megkapja, akkor az már ezek szerint átalakul egy ilyen joggá. Kipróbáltak lesznek. Ez nem egyszerűen a jövőre vonatkozik, ez mindig így van, nevel minket az Úr, ez általában nem kellemes, az eredménye viszont annál inkább. A Zsidó 12:11-et idézem, az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Tehát arról van szó, hogy aki kipróbált, az megbízható, az edzett. Ezt már kipróbálták, tudjuk, hogy bírja. De ha felépítenek egy új hidat, azt is terhelési próbának vetik alá, mielőtt felmelt rá a forgalom. Kipróbált az a híd, megbízható, lehet rajta közlekedni. Itt is valami hasonlóról van szó, kipróbált emberekről van szó, lehet rájuk számítani, megbízhatóak, hűségesek. És van még egy lényeges dolog, hogy edzett. Tehát ez azt jelenti, hogy ő már olyasmire is képes, amire korábban nem. Tehát aki például tanul valamit, az utána már el fog tudni látni olyan munkát, fog tudni olyanról beszélni, amiről korábban nem tudott, nem tudta megtenni. Ugyanaz a helyzet például valaki fizikailag edzett, mondjuk például le fogja tudni futni a maratoni távot, hogyha éppen annyira edzett, vagy részt fog tudni venni valamilyen versenyen, mondjuk egy vívó versenyen, mert amit gyakorolt, megvan hozzá a tudása, az erőléte. Tehát itt is arról van szó, hogy kipróbáltak lesznek, tehát nem egyszerűen csak megmenekülnek, hanem kapnak egy újabb tudást, egy kipróbáltságot. Egyébként már volt róla szó, hogy fénylenek, az is a dicsőséget jelenti. A 11.-12. versben attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatot és felállították az iszonyatos bálványt, 1290 nap telik el. Hát a számokat itt sem tudom megfejteni. A 90-nek a jelentését például végképp nem tudom, az 1000 egyébként a sokaságot jelenti, a 12-re levő célzás pedig, tehát 12-ször 1000, az pedig a kerek egészet jelenti. Na, akkor inkább a 12-es számrendszert használták, nem úgy, mint ma a 10-est. Tehát számukra az jelentette a kerek egészet. De ez nem a teljes magyarázata, tehát ma már ez nehezen érthető. A
Másik igen lényeges dolog viszont, ami ma is, és akkor meg főleg érthető volt, hogy megszüntették a mindennapi áldozatot. Hát abban az időben a mózesi törvények szerint áldoztak, és ha ez megszűnt, ez nagyon komoly probléma volt. Ugyanis a nép szervezettsége sérült. Tehát ez ahhoz, hogy ők Isten népe, a földi szervezettségükhöz is hozzátartozott, nem csak a Isten szemében, hanem az ő szemükben, tehát abszolút fizikai értelemben, hogy ők, hogy ott áldozatot mutatnak be. Ha ez megszűnt, akkor ez nagyon komolyan érintette őket, ez nagyon komolyan akadályozta az Istennel való kapcsolatukat. Na most az Istennel való kapcsolat akadályozása, az ma is egy komoly probléma. Isten helyére bálványt tettek. Na most ez ma sem ritka, legfeljebb nem olyan látványos. A lényeg az, hogy Krisztus helyett valaki mást követ, akkor az a bálványává vált. Nem Krisztust követi. És ez egyébként nekünk is egy kísértés, hogy oda kell figyelnünk, hogy Krisztust kövessük, álhatatosnak kell lennünk. Nagyjából ezt jelenti, ez a cigán csak nagyjából egész pontosan ezt jelenti. A 13. vers pedig, te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső napon. Tehát Dániel prófétának és nekünk is az a feladatunk, hogy tovább menjünk. Tehát emlékeznünk kell rá továbbra is, és odakint is, mert itt a gyülekezeti teremben még ez könnyű, de kint is a mindennapi életben a többi ember között, hogy Isten fiai vagyunk, és azoknak is kell maradnunk. Tehát ez egy kinti kötelességünk is. Mert valóban igaz, hogy általában csak annyira hamar nem jön el a végítélet, hogy meghalunk. De a proféták szerint nem ez az igazi halál. Ebből fel fogunk kelni. És az előbbiek alapján, miután mi tudjuk, hogy mire kellünk fel, mi a kijelölt sorsunk, ezért mi nem is aggodalmaskodunk. Tehát ne aggodalmaskodjunk, ezért meg főleg nem. Nekem az egyik üzenet ebből az, hogy szinte felfoghatatlan a világnak a változása. A hívő ember egyszerűen csak egy érzékenységet őriz, és nem csapódik ide vagy oda érzelmei szerint, szirén hangok szerint. Én csak hogy idézek egy-két gondolatot, beszél két királyról, nem is tudom kik lehetnek ezek. Az ő szívük gonoszt forral, és egy asztalnál hazugságot szólnak egymásnak, de siker nélkül, mert a vég még bizonyos időre elmarad. Na most nagyon egyszerű lenne hirtelen, tegnap ma két király egy asztalnál egymásnak hazugságokat duruzsoló találkozójáról beszélni, de minden esetre ez a szöveg arra int, hogy amikor ketten leülnek, és az ember úgy érzi, hogy itt valami fölött átlépnek, ami fontos, akkor legyünk óvatosak, és mondjuk azt, hogy itt valami nincsen rendben. Az egy külön ügy, és fontos ügy, hogy nem lehet egyszer s mindenkorra ezen a földön igazságot és békét teremteni. Ez talán a második igazság, hogy óriási erőfeszítéssel visszarántjuk a mocsárból a szekeret, és talán még megérjük azt is, hogy megint belehajtanak a mocsárba. És ez az, ami miatt ami egész elképzelésünk egy komplettebb elképzelés benne van, az, amikor Isten maga színre lép, és a földi szereplők önző gyarló dolgai után azt mutatja meg talán a világnak, hogy lehetett volna ezt is tisztességesen és isteni módon kormányozni. Ugye a harmadik dolog az értelmeseknek az emlegetése, amikre már céloztam, és akikről Attila azt mondta, hogy mutatja, hogy hívő ember vagy. Igen. A szinonimája. Igen, bölcs vagy hívő. Igen, az értelmes az, aki féli az Urat, ugye a Biblia szerint, és igyekszik betartani az Úr parancsolatait, mert azok
azok megfelelő keretet adnak a dolgoknak, és Isten közelében az ember ezt a jóhiszemű óvatosságot meg tudja őrizni. Nem mondom, hogy nem tévedhet, mert a kísértés mindig óriási, vagy nem lőhet mellé, de ez úrravaló mindennapi közösség az sokat segít, ez döntően fontos, és az ilyen embereknek, az ilyen igazaknak a hatása a holtuk után is érvényesül, tehát holtuk után is beszél. Nem halok meg, hanem élek, ez volt Luther egyik kedvenc zsoltár, ugye, és hirdetem az Úrnak a dolgait. Az értelmesek fénylenek, mint az égnek fényessége, ugye mindig felidézzük itt, hogy a fizikailag már nincsenek ezek a csillagok, és a fényük még mindig orientál, tájékoztat bennünket. Na most nem nagyon tudunk mit kezdeni, bár állítják némelyek, hogy ők azt tudják, hogy az egy idő, meg idők, amely legalább kettő idő, tehát akkor egy, meg kettő, meg fél, az három és fél, meg van ez az 1290 nap, valaki pontosan tudja, hogy ez történetesen mennyi, ez ugye három és fél év, bő három és fél év lenne, ha 365 napos évben gondolkodnánk, hogy mire vonatkozik ez, hogy ott a fogságban, ahol az időt máshogy számolták, mint a börtönben, ugye mikor telik le egyesek másoknak, hát mindegy, hogy mikor telik le, mert úgyse érdekes már, hogy mi van otthon, és van egy ilyen kettősség, ilyen osztott figyelem az óhaza felé, és a jelenben, ahol pozíciókat szereztünk. Szóval Dánielnek ebben a helyzetben az idő-idők, félidő kijelentése, amin lehet vitatkozni a kis lelki körökben, hogy akkor ez most mennyi. Míg nem valaki feláll és azt mondja, hogy miért azon vitatkoztak, hogy az idő-idők, félidő mennyi, miért nem kezditek el most az Urat teljes szívvel követni, hát miért kell kivárni az idő-idők, félidő. Kezdjétek el most, hát még kegyelmes is lehet, és akkor nem kell 1290 napot várni, hanem megkövetkezhet az Úr örök szombatja akár most is. És ugye minden ilyen képes beszéddel, mint amilyen a Jelenések könyve, Ezékiel könyve és Dániel, Ezékiel is ugye a kornak a prófétája, az ilyen nagyon-nagyon feszült, mint amilyen most is van, az ilyen nagyon feszült történelmi időszakokban, az ilyen látomásos, elvont, összeesküvés elméletekkel teli szemléletek, azok virágzanak. És mindig mondom azt, hogy a Jelenések könyvét sem szabad máshogy olvasni, mint evangéliumot. Tehát ami abban evangéliumi üzenet, és ami ebben is bátorító üzenet, hogy keressük az Urat, amíg lehet, hogy térjünk vissza ő hozzá, hogy látjuk ugyan a történelemnek az alakulását, de tudjuk, hogy az Uraknak Ura tartja a kezében a szálakat, és ezt erősítjük a fiainkban, utódainkban, és nem mondjuk azt, hogy most ügyeskedve hol ide, hol oda kell állni, törékeny szövetségeket kötni, most Azerbajdzsánnak udvarolni, most oroszoknak kiadni híreket, majd mégis nyargalni Amerikához, ha úgy alakul, vagy most azért szabadultam el ettől a képtől, mert szemünk előtt játszódik le ugyan ez. Ide-oda futkosnak, az előző fejezetet megnézi, hát nem nagyon tud kiigazodni, hogy bomlanak a szövetségek, négy állam szövetsége, V4-ek, és nem tudom, és megint csak bedobok fogalmakat, hogy ezek nem létező dolgok.
nem létező dolgok igazán, csak az ilyen világvége hangulatban mindenki valamit művel, amit maradandónak gondol, ahelyett, hogy visszatérne azokhoz az értékekhez, amelyek az Úrnál vannak. És a végén úgyis ő teszi rá a pecsétet a történelemre. Na, nem tudtam pontos határozott dolgokat mondani, csak hogy a gondolataiknak az iránya az szerintem nem arra felé mutat, hogy találjuk ki, hogy ezek a képek pontosan mit jelentenek, mert mondom, az összes szereplő már lefutott. Ez a történelmek, ez a fejezete már oda van, ez már egy másik kor, de ugyanazok a reflexek jelennek meg benne, és tanúságul szolgál nekünk a mi utolsó időnkre. Mert ez is érdekes, ugye, hogy ez 2500 év, több mint 2500 évvel ezelőtt játszódik le, és akkor is az emberek súlyos, nyomasztó világvége hangulatban élik meg maguk idejét. Eltelt azóta több mint 2500 év, és nem azt mondom, hogy nem lesz világ vége, de hogy nem pontos, a mi időnk az ilyen lineáris, hogy mondjam, szóval így megy az Isten ideje talán körbe-körbe, nem tudom, ez lehet, hogy ez is fikció, hogy talán nem arról van szó, hogy még jobban növekszik a tudás, hát így is értelmezik némelyek, nagyobbá lesz a tudás, tehát hogy eljutunk egy olyan korba, amikor most is hát robbanásszerű felismerések vannak mindenféle tudomány területén, de nem biztos, hogy erre vonatkozik ez a dolog, hanem épp úgy bármelyik pillanatban bekövetkezhet az, hogy Isten megállítja az órát. Valami hasonló produkál, mint akkor, mert ugye arról beszélt a 12. fejezet elején, Mihály a nagy fejedelem, aki népedért áll, abban az időben megszabadítja a népet, ez átmenetileg bekövetkezett annak idején, aztán amikor itt előzőleg pusztító utálatosságról beszél, és egy királyról, amely teljesen spontán erővel, talán egy erős király uralkodik nagy hatalommal, tetszése szerint cselekszik, minden bizonyal nagy Sándor. Alig, hogy támad, megrontatik az ő országa, elosztatik az égnek négy tája szerint, négy vezére örökölte az ő birodalmát. Tehát egész biztos, hogy ezeket a szavakat a korban, és akkor itt még Dániel előtt te van Nagy Sándornak, tehát amiről ő beszél, az még majd ezután fog bekövetkezni, és amikor bekövetkezik, akkor szívükhoz kapnak egyes rabbik, hogy hát ezt itt van Dániel könyve megjövendölte nekünk. De mondom, bármelyik korban nagyon hasonló négyek születése, négyek felbomlása, körülbelül ugyanarra a rúgóra járnak az események, és ebben a zűrzavaros, zaklatott világban kell Isten népének mindig utat találni az örökké valóság felé. Alattomban jön és hízelkedéssel jut az országhoz. Volt ilyen valaha a magyar történelemben. Vele való megbarátkozás óta családul cselekszik ellene. Zsákmányt, prédát és gazdagságot tékozol belőlük, és az erősségek ellen is cselt kohol, de csak mindig. Szóval azok a dolgok térnek vissza, újra, és időnként egy ilyen világvégeszerű ponthoz jutunk, amikor
amikor úgy érezzük, kicsúsznak a szálak a kezünkből, és a gonosz kontroll nélkül tombol, de hát hívő emberként akkor is ébren kell tartani azt a gondolatot, hogy az Úr uralkodik, és nem vesztette el az uralmát a